Megyénk területén a gyümölcsösökben hetek óta folynak a metszési munkálatok, így Nyírmadán is, ebben az intenzív almaültetvényben. Az évek óta mezőgazdasággal foglalkozó család sok egyéb mellett 30 hektár ültetvénnyel rendelkezik, amelyből 16 hektár megy és 14 hektár alma, mondta a televíziónknak Gerő Csaba gazdálkodó. Ez az ültetvény, ahol most vagyunk, ez 2017-es telepítés, olasz csemetéket hoztunk, ez kités, teljes telepítéses rendszer. Már az idei évben is már szépen termett, az idei évben meg, vagyis a tavalyi évben már szépen termett, az idei évben meg várhatóan azért még nagyobb lesz a terméshoz. Mi igyekszünk a metszésnél is a koronaformát is úgy alakítani, hogy minél jobban kitöltse a rendelkezésre álló teret a fa, és a minél magasabb minőségű termés mennyiséget érjük el. Az idősebb ültetvények metszése már befejeződött, jelenleg a fiatalabb ültetvényeken dolgoznak. A nyugalmi időszakban történő metszést januárban és februárban fagymentes időszakban célszerű elvégezni. A szakszerű munkának köszönhetően az új hajtások növekedését serkenthetjük. A metszés egy nagyon fontos folyamat, sok múlik azon, hogy milyen szakmai odafigyeléssel végezzük, tette hozzá Gerő Csaba. A metszést azt szaktanácsadóval végezzük, ő mutatja meg a metszőknek, hogy mit, hogyan kell metszeni, meg le is ellenőrzi őket. Tehát nincs itt folyamatosan, de azért hetente többször visszanézés azért le is ellenőrzi a munkáikat. Azon felül, hogy ugye mi is jövünk a fiúkhoz, és akkor mi is ellenőrizzük, vagy esetleg módosítunk, változtatunk rajta, hogy mit, hogyan csináljanak, hogyha valamit esetleg nem vennének észre. A metszéssel nem csak a termés minőségét javíthatjuk, de bizonyos kórokozókat is visszaszoríthatunk. Az idei tél folyamán nagy fagykár nem érintette a gazdálkodókat, és még szükség van a hideg időre. Néhány héten belül lezárul a metszés, és elkezdődhetnek a gyümölcsösökben a további munkálatok.